módszerem az egy technika, az egy beszélgetési technika. A kolléganőmé, Úriska Ernái, az pedig egy anyag. Tehát a módszert és az anyagot illesztjük össze. És azért gondoltuk ezt, hogy akkor így egy kicsit meg tudjuk azt a módszert mutatni a gyakorlatban, amit én alkalmazok, ez a café módszer. Tulajdonképpen a World Café-nak a magyarországi leágazásából, a Polis Caféból. Én elkezdtem ezt most már negyedik éve itt a karon, a rendészettudományi karon oktatunk mind a ketten. Elkezdtem ezt az oktatásban használni, és hát nagy sikerrel. A legfontosabb hozzávalója az egy finom kávé. Természetesen most, hogyha viccet akarnék csinálni a nevéből, mert ez egy kávéházat idéz ez a módszer, és ez annyit tesz, hogy úgy van berendezve a tanterem, mint hogyha egy kávéházban ülnénk, tehát kis asztaloknál. Ez első ránézésre egy csoportmunkának tűnik, de annál azért másabb. Mondhatom, hogy picit több. Általában ugye azt szoktuk csinálni, hogy a csoportmunkában ugyanazokat a feladatokat adjuk ki az egyes csoportoknak, és akkor végén összehasonlítjuk, hogy ki mire jut. Néha azt is csináljuk persze, hogy különböző feladatokat. Minimum két asztallal működik, de 3-4 a legjobb, és egyébként 7-8-10-zel is lehet. Azt tudja ez a technika megcsinálni, hogy az összes témát, ahány téma, résztémára bontunk egy nagy témát, az összes témát minden asztaltársaság végig beszélgeti, és ezeket a kis beszélgetéseket valaki moderálja. Tehát asztaltól asztalig átszállítja az információt, a tudást, az új ismereteket, és mindig hozzátevődik valami, és akkor a végén összegzünk, meg is nyitjuk. Tehát van egy kerete, van egy folyamata. Általában ez, hát most mi 2 órásra terveztük ezt a bemutatót, de hát ez csak egy demo változat. Minimum ennyi idő 2 asztalra kell, de általában olyan 4 óra tiszta játékidő, amikor ezt a valóságban csináljuk, és 4 témát szoktunk forgatni. Olyan 25-30 hallgatóval nagyon jól lehet ezt a módszert alkalmazni. A mai napon ez a bemutató, itt a tananyagunk tulajdonképpen, az a kolléganőmnek, aki angol rendészeti szaknyelvet tanít, az ő hát leleménye, gyűjteménye egy COVID dictionary, amit az elmúlt évben gyűjtött az első hullám alatt, és ebből januárban született egy kis szótár, 403 szócikkel, angol egynyelvű szótárról beszélünk. És annak a nyelvoktatásban felhasználhatóságát fogjuk kipróbálni, illetve hát átbeszélni a résztvevőkkel. És akkor ezzel a módszerrel, hogy 2 asztalnál, egyik asztalnál beszélget ő az ő témájáról, a másik asztalnál én a kávémódszerről, majd cserélünk, az egészet megnyitjuk, természetesen egy kis bemutatkozással, ki miért választotta ezt a workshopot. A résztvevőket egy picit meg fogjuk lepni, azt elárulom, mert ők nem tudják, hogy 2-t az 1-ben kapnak. Ez a kávé hasonlathoz is illik, és a végén pedig összefoglaljuk az egészet. Az eredeti módszer, a World Café, az egy alkotótechnika, egy közösségi alkotótechnika, ezt is nagyon fontos hozzátenni. Ugye ahogyan elmondtam, ahogy működik ez a technika, veszünk információkat, tudásokat, tapasztalatokat, élményeket, és ezeket hát tulajdonképpen betesszük ebbe a folyamatba. Mondanám azt, hogy jól összerázzuk, megdoráljuk, ha már ennél a kávé hasonlatnál leragadtam, és akkor a végén kijön belőle valami finom főzet. És attól közösségi, hogy együtt alkotjuk, és attól alkotás, attól kreatív, hogy mindenki beleadja a maga részvételét, a maga hozzájárulását, és mindenki kap is valamit, és kivétel nélkül minden esetben többet visz haza, mint amennyivel idejött, hiszen a kollektív tudást használja. A kreatív tanulás programhoz kapcsolódóan a kreatív kommunikáció, illetve a flowhoz kapcsolódó kreativitás az a kutatási terület, amivel én foglalkozom, és a kreatív tanulás programba oktatási rektor helyettes úrtól kaptam egy felkérést, mint kutató, hogy vegyek részt ebben, ami számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, amiatt is, hogy a kreativitást ilyen magas szintre lehet helyezni, illetve az itteni oktatóktól lehet tanulni a jó gyakorlatok formájában arról, hogy ők milyen szinten használják a kreativitást. A Flow az egy Flow csatornába való beemelés, Csíkszentmihályi Mihály professzor úr dolgozta ki Seligmannal, Martin Seligman professzor úrral közösen, ami annyit jelent, hogy maguk a hallgatók, hogyha az időt nem veszik figyelembe, és olyan szinten tudnak koncentrálni egy adott tanórán mindenre, hogy minden zajt és külső tényezőt ki tudnak zárni, és csak azzal foglalkoznak, ami éppen a tanórán zajlik, akkor gyakorlatilag a Flow csatornába kerülnek. Ennek különböző tematikus kapcsolódási pontjai vannak, mennyire motivált, mennyire fókuszált, mennyire kreatív, és mennyire jó mondjuk a vitalitás.
tudás fittsége. Ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy a flowhoz egyáltalán közük lehessen. A kreatív kommunikáció, hogy hogyan is kapcsolódik ehhez, viszont a magasabb csúcs teljesítmény elérése érdekében, hogy a kommunikációt ténylegesen magas szintre tudjuk emelni, a kreativitásnak tehát a kreativitást nem lehet nélkülözni. A mai alkalommal egy workshopot rendeztek meg a KTP program keretén belül, ami azért fontos a mi szempontunkból és az enyémből, pláne, hogy a hallgatókkal lehetek együtt, mert szakkollégiumi jelzés érkezett számunkra, hogy tartsunk már olyan fajta készségfejlesztő órákat. Pontosan 4x4 órában tartottunk ilyen képességfejlesztő órát, 4 oktató vett részt egyébként ebben, ami alapján teljesen más tanulnak, mint az iskolapadban. Az én témám természetesen a flow, illetve a kreatív kapcsolatás volt, de ezen kívül ugye a Mindness Full-lal kapcsolatban az időérzékenység, illetve maga a tudatos jelenlét a munkában, mint a közigazgatásban, hogyan jelenhet meg a hallgatóknál. Ennek a kiértékelése fog itt zajlani, illetve én azért készültem egy kis meglepetéssel is a hallgatóknak. Mindenki kutat, tehát mi oktatók, egyben kutatók is vagyunk. A Flow-ból doktoráltam 2009-ben, Magyarországon elmondhatom, hogy elsőként oktatásmódszertan tematikából. 15 éves munkám van abban, hogy ennek a területét kutatom. Csíkszentmihályi professzor úrral több ízben volt, hál' Isten, szerencsém találkozni, illetve most Martin Seligmannal is levelezésben vagyok, pont amiatt, hogy ezt a fajta kutatási területet magasabb szintre tudjuk vinni. Így az ő általuk kidolgozott, mint pozitív pszichológiának a becsatlakozása szerintem elengedhetetlenül fontos, hogy gyakorlatban megjelenhessen itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és ilyeneket tanulunk egymástól. Én hozom az én oldalamat, más hozza a saját oldalát, és egy ilyen komplexitásból jöhet ki egy igazán komoly és nagyszerű oktatásmódszert tanít nálunk. A mai alkalommal kommunikációs készségfejlesztéssel készültem, kreativitás készségfejlesztéssel készültem, és a komplexen próbálom beilleszteni gyakorlatilag a flow módszertanába, hogy tudják elsajátítani azt, hogy hogyan lehet ezt tantárgyi keretek között is megvalósítani.